Ősz és tél után tavasz következik. Akkor is, ha semmit sem tesz az ember, csak vár. Talán a boldogság is ilyen? Magától eljön, ha itt az ideje? Gergely Márta idézetével köszöntöm kedves nézőinket 664. adásunkban, abban a reményben, hogy a tél most már mögöttünk van, és egyre szebb időjárást remélhetünk. Ez alkalomra elevenítették fel Székely Kevén és Sándor egyházán február utolsó napján a régi paltjén szokást, az úgynevezett Baba Mártát. Székely Kevén rangos vendégek tisztelték meg a helyi bolgár közösséget jelenlétükkel. Beszámolunk a Hertelendi falvi Tamási Áron Székely Magyar Művelődési Egyesületben megtartott rendszeres évi beszámoló közgyűlésről is, amelyen számba vették az elmúlt év eseményeit az egyesület munkájában. Tartsanak velünk 664. adásunkban is! Martinek Imre munkatársunk által jutott el hozzánk a hír, hogy Torontálvásárhelyen a több évtizedes hagyományt folytatva az 1936-ban alapított Spartacus Teke Klub idén január 11-e és február 19-e között szervezte meg a munkásportjátékokat, amelyre ez alkalommal is mindössze 8 csapat nevezett be. Az említett időszakban 14 mérkőzés során került ki a bajnokcsapat, a Talenti, és az a három amatőr teke csapat, név szerint a Torontál, a Pajtások és a Gradzsevinár, amely az Antalfalvi község győztes csapataival méri majd össze erejét március 13-án az idei községi teke tornán, amelynek házigazda szerepét a Torontálvásárhelyi Spartacus Teke Klub vállalta el. A munkás sportjátékok során a szervezők egyéni megmérettetéseket is szerveztek, így kísérelték meg népszerűsíteni az ifjúság körében a közösségük hagyományos sportágát. A Hertelendi falvi Tamási Áron Székely Magyar Művelődési Egyesületben február 8-án az estéli órákban tartották meg a rendszeres évi beszámoló közgyűlést. A tagság mellett jelen voltak a Pancsovai Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesület elnöke Ranc Károly és vezetőségi tagja Varga Ernő, valamint Balassa Julianna és Ferenc. Az elnök Lőcsei Vilmos köszöntötte a jelenlevőket és ismertette a napirendet. A 2015-ös évre szóló beszámolók sora követte egymást. Az elnöki, gondnoki, pénztárosi, majd végül az ellenőrző bizottság elnökének beszámolója. A népművészeti csoport Varga Erzsébet vezetésével a múlt évben is derekosan kivette részét az egyesület munkájában. Fáradhatatlanul dolgoztak egész éven már, majd minden meghívásnak eleget tettek és megjelentek helyi, körzeti és vajdasági rendezvényeken, ahol kézimunkáikat és hagyományos süteményeiket népszerűsítették, és ezáltal az egyesületet képviselik. Rendszeresen megtartották a buzsolyos esteket, két alkalommal délből után szerveztek, sikeresen megszervezték a délbánati szemle kiállítását, amelynek a múlt évben mi voltunk a házigazdái. A vegyes népdalkör Kemény József vezetésével a múlt évben is folyamatosan működött. Sikeresen részt vett a városi, majd a körzeti szemlén, ahonnan továbbítottak a vajdasági szemlére is, amelyet a Dervászon tartottak meg. Felléptek a délbánati szemlén, itthon, Durindó Vajdasági Népdalfesztiválon, Csantavénen. A férfi énekcsoport fellépett március 15-i ünnepségen is, helyben. Rendkívül nagy megtisztelés volt számunkra, de egész közösségünknek, de nézve is, hogy április folyamán Szerbia hivatalos látogatás sorsán Székely Keve után minket is megtisztelt látogatásával Kövér László, a Magyarországgyűlés elnöke, Potápi Árpád János, a nemzetpolitikai államtitkár és a magyar küldösség tagjai. Jelen volt még Pintér Attila, a belgrádi magyar nagykövet, Babit János, a szabadkai főkonzul, és Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke is. Az előrelátott
protokoll szerint reggelivel fogadtuk rangos vendégeinket. Köszönettel tartozunk a Burján húsból tulajdonosának és munkásainak, akik szakszerűen végezték el a ráig bízott feladatot és eleget tettek a szigorú követelményeknek és az ellenőrzéseknek. Márciusban megtartott előtanácskozáson született döntés alapján egyesületünkben szeptember 12-én szerveztük meg a 26. délbánati Magyar Művelődési Egyesületek szemléjét. A délelőtti tanácskozás témája Erdei Árnő, a Pancsai Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesület tagjának, a szemle veteránjának javaslatára értékeink számbavétele második része volt. A 2015-es év folyamán több nagyobb beruházást valósítottunk meg egyesületünkben. A legnagyobb volt a szomszéd ház megvásárlása és annak lebontása. Mivel a tájháznak szánt épület a telek másik oldalára szeretnénk helyezni. A Magyarországon készített székelykapu is megérkezett, Kemény János, Kálinka Jani segítségével sikerült hazaszállítani. Megbiztosítottuk a tűzrevalót, tehát a tél folyamán is meleg helyiségekben dolgoztunk. 5 méter fa megvásárlásával segített a református keresztényegyház is, így támogatták a hétvégi óvoda működését az egyesület helyiségeiben. Bizottságnak a tagjai az elmúlt évben is rendszeresen részt vettek a végrehajtó bizottság gyűlésein, és folyamatosan egész éven át segítették az egyesület munkáját. Elvégeztük az évi leltározást, számba vettük az új tárgyakat, és leírtuk a használhatatlan leltárt. A ruhatár leltározását is sikerült elvégezni, mert visszakerültek a kikölcsönközött népviseletek és az egyesület ruhatárában. Ellenőriztük a házmesterrel való elszámolást is. Ezt követték a beszámolókhoz fűződő hozzászólások. Gratulálok ehhez az óriási munkához. Annyit mondanék, hogy noha a Magyar Nemzeti Tanácsnak a civil bizottságát az újraalakuláskor nem alakították újra, de attól függetlenül a civil szövetség működik továbbra is, és a civil szövetség most indított egy honlapot Kárpát-medencei szinten, de úgy, hogy minden régiónak külön fájlja van, külön oldala van. Úgyhogy én azt javasolnám, hogy noha látunk mindenfelé benneteket, tényleg a Duna TV-től kezdve, a Facebookon, meg mindenféle ilyen értesítés, és ami gondolom a mi telepünkön kívül megy, de nem ártana egy ilyen összefoglalót azon a honlapon is közzétenni. Tudom, hogy mivel járt ez. Nagyon sok dologgal is, hozzájárulással. Másik a Petőfi levélben hivatalosan is meghívnám, az idén ünnepeljük a 70 éves évfordulót. Körülbelül október vége lesz, talán október 30-a a díszünnep. Addig majd fel fogunk mindig, hogy mivel és hogy és mit képzeltünk el. Március 15-i ünnepet szeretnénk együtt megtartani az idén is, és a pontos dátumot talán ma este meg tudnánk beszélni, hogy érdekesség talán valamennyire megtelik a ház. További jó munkát kívánok! 3 új tagot kóptált a közgyűlés a végrehajtó bizottságba azon tagok helyett, akik nem tudják vállalni az ezzel járó kötelességeket. A továbbiakban ismertették a programtervet és költségvetési tervet a 2016-os évre. Mivel nem voltak megjegyzések, a közgyűlés véget ért, az est pedig kötetlen társalgással folytatódott. Székely Kevin és Sándor egyházán a magyar nemzetiséggel együtt él a magyarul beszélő Paltjén bánáti bolgár közösség. Amennyire tehetik a megadott körülményekben, őrzik anyanyelvüket, hagyományaikat, tárgyi örökségüket.
Egy ilyen hagyományos szokásuk a tavaszmelegítő ünnep, az úgynevezett Baba Márta, amelyet mindig február utolsó napján tartanak meg. Így volt ez idén is, február 29-én mindkét közösségben. Székely Kevin már több napos előkészület előzte meg a napot. Ugyanis meghívásuknak eleget tett a belgrádi bolgár nagykövetség nagykövete Angel Dimitrov úr feleségével és Tudor Todorov főkonzulúrral. Munkatársunk Szilágyi Zoltán a látogatás alkalmával kérte szóra a nagykövet urat. Első alkalommal vagyok itt, de nagy örömömre szolgál, hogy megismerhetem a falut és az itt lakó embereket, magyarokat és bolgárokat, akik itt együtt élnek. Az előttünk álló ünnepnap a tavaszt jelzi. Ez számomra nagyon érdekes, mert nekünk, bolgároknak is március 1-én van egy ünnepünk a tavasz köszöntésére, a jó egészségre, és ezt a napot Baba Mártának nevezik. Ami ma nagyon fontos, hogy együtt haladunk előre, és az új európai út felé nézünk és tekintünk. A bolgárok kevesen vannak, de jól élnek magyar szomszédaikkal. Jártam más falvakban is, Sándor egyházán, Erzsébet lakon, de nagyon örülök, hogy ma itt lehetek. A közösségről és a több nemzeti együttélésről Maxim Ferenc, a székelykevei helyi közösség tanácsának elnöke nyilatkozott. Ő szerint ez hasznos a közösségnek, ez a fogadtatás, úgymond, hogy a kisebbséggel, ugyanúgy ugye a bulgárok, akik kisebbségben vannak itt Székelykevén, hogy érezzék, hogy mégis azért törődünk velük? Igen, gondolom, hogy ennek van jelentősége. Már ahogy mi érezzük magunkat Szerbiában, mint kisebbség is, ugye eleget tud tenni a megkezdve a kormánytól, a megértésre arra, hogy itt a magyarság Vajdaságban, vagyis Szerbiában, kisebbségben van. Én gondolom, hogy ezen a téren nagy gondok nincsenek, bár ezen a területen. Igen. Itten, tehát szépen tudunk élni úgy a bolgárokkal, úgy a szerbekkel, meg a karmáik más népvel. A magyarság itten ebben a Kavavári községben, vagy kerületben, el vagyunk fogadva, mint egy olyan fajta nép, aki egy nagyon ügyes, nagyon kulturális, meg mindent, tisztelnek és becsülnek egy szó, mint száz. Ugye annak köszönhetően, hogy Székely-Kevin, ugye ahogy tetszett említeni, hogy nem csak magyarok laknak, hanem kisebb mennyiségben bulgárok, szerbek. Egymással a hagyományok voltak valami befolyással, úgymond az éves során. Ezt tetszett hallani valamit erről, hogy valahogy a hagyományokat hogy átvették volna, vagy hogy egymásnak a hagyományok tisztelték, eljártak egymásnak az ünnepségeire. Hát nem tudom, tehát ez a úgynevezett Baba Mártán kívül a bolgároknak sincs valami különös hagyományunkja. Mert mi magyaroknak igen, de úgy mondjam, hogy itt a nép már összefolt. A bolgárság és a palcsánság beleolódott a magyarságba. Itt az történt meg. Sok ilyen, tehát vegyes házasság is van, és itt egyáltalán nem teszi fel senki sem a kérdés, hogy te bolgárjuk. Hát, amikor a népszámlálás is volt, így mondjam, hogy hát a bolgárok és a palcsánok is nagyobb része magyarnak vallotta magát. Ez egy igazság, tehát ez az igaz. Ők tartsák a hagyományokat, ezt mondta Baba Márta, mi válik együtt, minden nap együtt élünk, meg együtt vagyunk. A vendégeknek fogadást rendeztek a helyi közösség felújított rendezett épületében, majd azt követően végigkísérték őket a tavaszi ruhába ültözött településen, és bemutatták annak jellegzetességeit. Az iskolában szabad foglalkozások zajlottak a látogatás idején, így szót váltottak a csoportvezetőkkel, diákokkal is. Thank you.
A katolikus templomban Halmai János székelykevei segédlelkész fogadta a vendégeket és kísérőiket, majd a harmónium is felcsendült. Az est beálltával egy bolgár család háza előtt fogadták tűzzel és meleg szeretettel a vendégeket. A tűzrakás jelentősége, hogy felmelegítik a telet, így jöhet el minél hamarabb a tavasz. A bátrabbak átugorják a tűznyalábokat. A délutáni falunézés a helyi művelődési otthon udvarán fejeződött be, ahol a székelykevei művelődési egyesületek és civil szervezetek elnöke Szatmári Mihály fogadta vendégeit és a falu lakosságát. Itt is, az előző évekhez hasonlóan hatalmas tűz jelezte, hogy lassan véget ér a tél, várhatjuk a tavaszt. Sándoregyházán két helyen lehetett tavaszmelegítő tüzet látni az utcákon. A falu végén, a töltés közelében összesereglett a szomszédság, rokonság, hogy a szívmelegítő és a tűz mellett eltársalogjon, a gyerekek pedig örömmel élvezték a feladatot, hogy kiáltásaikkal elűzzék a telet, miközben átugrálták a lankadó tüzet. Tehát a Baba Márta télűző, tavaszmelegítő hatására várhatunk mindannyian.
Ennyit készítettünk mára. Ismételten közzétesszük, hogy a Hertelendi Falvi Tamási Áron Székely Magyar Művelődési Egyesület házmesteri állás betöltésére pályázatot hirdetett meg. A pályázat alapfeltétele szerint házaspár jelentkezését várják, és hogy legalább az egyik fél értse és beszélje a magyar nyelvet. Jelentkezni írásban lehet az Egyesület címére Grobljanszka 24, 26.000 Pancsova, vagy az Egyesület elnökénél, Lőcsei Vilmosnál, a Petőfi Sándor utca 93-as szám alatt Hertelendi falván. Rendhagyó nőnapi mulatságot rendeznek a Hertelendi falvi Tamási Áron Székely Magyar Művelődési Egyesületben, ugyanis ez alkalommal pénteken, március 4-én 20 órai kezdettel várják a szórakozni vágyó közönséget. Batyuban hozott vacsora mellett alkalmi tombola játékkal, vidám zene kíséretében tölthetnek egy kellemes estét 300 dináros belépőjegy ellenében. A szervezők szeretettel várnak mindenkit. A Sándor Egyházi Bonnat Sándor Magyar Művelődési Egyesület vezetősége évi beszámoló közgyűlésre szólítja a tagságot, amelyet 2016. március 5-én szombaton 18 órai kezdettel szándékoznak megtartani a helyi Zsárkozrenyanin művelődési otthon termében. Kérik a tagokat, hogy jelenlétükkel tegyék tartalmasabbá az összejövetelt. Székely Kevén is megemlékeznek a Nemzetközi Nőnapról. Ugyanis március 7-én és 8-án a Művelődési Otthon nagy termében a már több éves hagyomány szerint nőnapi virágkiállítást és vásárt szerveznek a Székely Kevei virágkedvelők. Ugyancsak március 8-án 18 órai kezdettel a Művelődési Otthon kis termében a helyi óvodás gyerekek és a Szalmaszál Ifjúsági Művelődési Egyesület tagjai kedveskednek nőnapi műsorral. Mindkét rendezvényre várják a közönséget. Mai műsorunk ismétlését vasárnap este 7:30 után 10 perccel láthatják, új adással pedig mához egy hétre csütörtökön délután 1 órakor jelentkezünk. Akkor is számítunk figyelmükre, a viszontlátásra.